nézzük mi is a fekete-fehér tényeket. Végre megtörtént az, amit sokan hiányolnak egy-egy riportunk kapcsán. Biztosan önök is felháborodnak azon, amikor például valaki arról beszél, hogy alig van munkája és jövedelme, közben viszont hatalmas házban él, nagyon márkás kocsija van, és így tovább. A rendőrség most nyomozásba kezdett az emlékezetes hajdúhatházi uzsora ügyben, tudják, amelyikben stábunkat is megtámadták, de a különös fejlemények nyomán az APEC is munkába lendült. Hátborzongató jelenetek egy kisváros életéből. Ez történt eddig Hajdúhatházon, amikor az aktív az illegális uzsora kölcsönök után nyomozott. Megtámadtak minket. A helyi romák összetűzésbe keveredtek egy állítólagos uzsorással, ezzel a férfivel. Oda jött hozzám piszkíni kamatra, én nem adtam neki, az elkezdett anyázni, hogy most mi nem adok, aztán én megvígtem magam, én meglépültem. És beolvastak a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjének, Hortó Józsefnek. Ha választás van, egy aprólékkal a cigányokat megveszik. Ezek a döbbenetes események a helyi rendőrség figyelmét is felkeltették, a zsaruk bekérték az aktív vágatlan felvételeit, és nyomozást indítottak. Az jött le számunkra, hogy ott egy garázdaság magatartás valósult meg, és én úgy gondolom, hogy a rendőrségnek nem csak akkor kell indítani eljárást, amikor mondjuk az állampolgár bejelentést tett, hanem saját észrelése alapján is. Bár a zsaruk ismeretlen tettes ellen nyomoznak garázdaság védségében, mi feltételezzük, hogy az a férfi keltette fel a rendőrök figyelmét, aki rátámadt az aktív stábjára. Mi minden esetre újra ellátogattunk a Hajdú-Bihar megyei kisvárosba, például azért, hogy megtudjuk, miért van 10 millió forint feletti adótartozása a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjének. Tudják, ő az, akitől a helyi romák segítséget várnak. Ha a cigány nem volna, volnátok semmit. És ő az, aki pár héttel ezelőtt körbevezetett minket a házában, és még azt is elárulta, mennyiből élnek négy tagú családjával havonta. Megkérdeztetem, hogy mennyiből élnek önök? Hát, ha most megmondom, akkor nem fogja elhinni. No. 81 ezer forintból. De újra elmentünk ahhoz a férfihez is, aki pár héttel ezelőtt megtámadta stábunkat. Emlékeznek, ugye? Ő az, aki felajánlotta, segít az uzsorások lebuktatásában. Aztán a rejtett kamerás felvételek elkészítése után egy nappal ránk támadt. Tűnjetek be! Nem mondta senki, menjetek a A férfi azt állította, ő a vezetője egy romák érdekeit képviselő alapítványnak. Utána néztünk, és kiderült, hogy nem létezik, és soha nem is létezett ilyen alapítvány. Pedig a minket megtámadó férfi információink szerint beteg gyerekek gyógyítására gyűjtött. Pontosabban Debrecenben kiskorúakat bízott meg azzal, hogy gyűjtsenek neki. A Hajdú Online újságírójának információja szerint 350 ezer forintot kéregettek össze, csak hogy senki nem tudja, hova tűnt ez a pénz, a férfit pedig hiába kérdezzük erről. Innentől tovább senkinek kurvához semmi köze. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetője is úgy gondolja, a nyilvánosságnak semmi köze ahhoz, hogy miből is van a hatalmas háza és hatalmas 10 millió forint feletti adótartozása. Az APEC honlapján ön fönn van, adótartozással itt van. A cím is. És milyen adótartozás? No, ez az, amire mi is kíváncsiak vagyunk. Az APEC nyilvántartása szerint Hortó József több mint 10 millió forinttal tartozik az államnak. Ön szerint ez így helyén van, hogy önnek több mint 10 millió forintos tartozása van? Nem tudok nyilatkozni ezzel kapcsolatosan. Mondta magának, több volt van. Meg kell kérdezni a nyilvántartásból, hogy hány volt a hajdotán. Igen, de voltunk a házánál, és ez az a cím, nem? Tessék. Nem ott lakik? Az APEC szerint csak akkor nem lehet behajtani a tartozást, ha valakinek nincs munkahelye, illetve se ingatlan, se ingóság nincs a nevén. Egyébként pedig több módszer is van, amivel az állam visszaszerezheti a pénzét. A helyszínen is lehet az adós lakhelyén is lehet foglalni minden tulajdonában lévő vagyontárgyat ebben
végrehajtás alá lehet vonni. Tűnjetek el, mert... De vissza a verekedős férfi és az alapítvány viszonyához. Egy bizonyos nemzetközi roma misszió szakszolgálat és beteg és hátrányos helyzetű gyermekekért segélyalapítvány vezetőjének és a romák segítőjének adja ki magát az autónkat ütögető férfi. Az aktív ezt az alapítványt sem a megyében, sem országosan nem találta bejegyeztetve. Tehát kérdés, hogy az előbb már említett beteg gyerekeknek gyűjtött több mint 350 ezer forint hova lett? Ti beteg gyerekeknek gyűjtöttetek pénzt gyerekekkel. Azzal a pénzzel mi van? És mi van egy gyerek? Ebben sem nyilatkozok erre. Miért nem? Mert miért nem? Mert nem vádolgatunk. Semmi köze a TV2 aktívjának erről, hogy én mit teszek, hogy teszek. Helyesen tettük aztat, és megvádoltak minket, hogy nem kapták meg az illető, az a két család ezt a pénzt. Magyar György ügyvéd szerint nagy bajba kerülhet, aki nem bejegyeztetett alapítványra hivatkozva gyűjt pénzt. Az értékhatártól függően 3 évig terjedő, vagy súlyosabb esetekben 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető a csalás. Csalásról pedig büntetőjogi értelemben akkor beszélünk, hogyha valaki valakit megtéveszt, vagy tévedésbe ejt, vagyoni haszonszerzés céljából. Jó napot kívánok! TV2-től jövünk, nem tudom, hogy a polgármester úr benne van, hogy tudunk-e vele beszélni. Hiába, nem találtuk, pedig feltettünk volna néhány kérdést a város első emberének. Meg akartuk kérdezni a hajduhatházi polgármestert az uzsora helyzetről, de ő nem kívánt kameránk elé állni. Titkárnőjével üzent telefonon, hogy riportjaink rossz fényben tüntetik fel a várost, ő pedig csak a pozitív dolgokról szeretne beszélni. Azt minden esetre sajnáljuk, hogy a közpénzből fizetett hajduhatházi polgármester az adófizetőket nem kívánja tájékoztatni a településen kialakult áldatlan állapotokról. Amíg a város vezetői nem vesznek tudomást a hajduhatházi uzsora helyzetről és nyomorról, addig ezeknek az embereknek és gyermekeiknek sem lesz lehetőségük kitörni a mély szegénységből.